Bonkis. És Ábrahám szájában ott a sík, és Ábrahám lefújja a mérkőzést, bajnok az a Zalaegerszeg. Ebben a pillanatban előzölli a pályát Tevérdek zalaegerszegi szurkoló. A játékosok menekülnek az öltözőbe. A 2001-2002-es bajnokságot a Zalaegerszeg csapata nyerte azok után, hogy 1-1-re végzett itthon a Ferencváros ellen. Gyepes majd Raduszabó voltak a gólszerzők. És miután a Dunafer legyőzte az MTK-t, vagy legyőzi az MTK-t, amilyen folyamatos jelen időben. Tehát ez azt jelenti, hogy a 2001-2002-es bajnokságot a Zalaegerszeg csapata nyerte. És hogyha az egész évi teljesítményt veszik alapul, akkor az ETE megérdemelte a bajnoki címet, de hát lássuk Horváth Ferinél, itt tudott elcsípni. Itt van a mérkőzés legjobbja, Wagner Robert mellettem még picit fújtat, az örömtől, a fáradtságtól, mitől? Mindentől, én kiadtam a szívemet, lelkemet ezen a meccsen is, hogy X legyen a mérkőzés, már sajnos 1-0-ás hátrányba kellett fordítanunk, és egy remek akció után megszereztük a döntetlent. És még? Hát most megnyertük ebből a bajnokságot. Gondoltad volna idén elején, hogy Zalaegerszegen ünnepled első bajnoki címedet? Azt nem, hogy Zalaegerszegen ünnepled, hogy bajnoki cím. Azt reméltem, hogy nagyon szép eredményt fogunk elérni a csapattal, de hát ez a legszebb eredmény. Nem csak, hogy a döntetlenre most egy győzelme is lett volna esély, egy rendkívül jó tempójú, jó színvonalú, jó íramú mérkőzésen, hiszen a kenő végül is kiadott egy büntetőt, vagy kifogta az Ős Lajos nézőpont kérdése? Hát, megmondom őszintén, nem hallottam a kérdést, mert kiabálnak, de tök mindegy, hogy most kimaradt a büntető. Így is bajnokok lettünk, megtettünk mindent a győzelem érdekében, és jobban is játszottunk, mint a Ferencváros. Sajnos talán, ha volt két helyzetük, abból egyet értékesítettek, ezért lett X a mérkőzés, de nekünk ez is elég volt a bajnok címhez. Köszönöm, gratulálok, hagylak ünnepelni, viszont még egy kellemes kötelezettség neked elsősorban, és a csapattal fogyasszátok el, ne csak víz fogyjon most egy bajnoki cím közben. Köszönöm szépen, Rovi, Andris, tiétek. Feri, én pedig azt kérem tőled, hogy abban a pillanatban, ahogy valaki megérkezik hozzád, akár a játékosok közül, akár Bozsik Péter, akkor azonnal szólj közbe. Azonnal közbe szólok, Arami József áll mellettem. Azt hiszem, hogy a játékosaidra, a játékra büszkék lehettek, hiszen azt hiszem, hogy borzasztó jó meccset játszott. Magyar viszonylatban borzasztó jó meccset játszott az Ete és a Fradi. Hát csak egy pont lett három tervezett helyet. Az az igazság, hogy az utolsó mérkőzéseken kicsit pekesen fotballoztunk. Jó játszott az a legerszeg, de a második félidőben volt egy olyan 20 perc, amikor megnyerhettük volna a mérkőzést. De mindenképpen szeretnék gratulálni az Zalaegerszegnek és a fiatal kollégámnak, Bozsik Petinek, és nagyon sok sikert kívánok nekik. Az ezüstére még nem úszott el, hiszen az MTK biztos hallották a kispadon, hogy elég jelentős vereségbe futott Dunaújvárosban. Én azt gondolom, hogy az Újpest az utolsó időszakban megtette azt, amit akart, és az utolsó meccs az MTK Újpest. De természetesen, ahogy... Az MTK most kikapott a Dunaújvárosban. Hát ettől függetlenül az utolsó mérkőzés az MTK és az Újpest, de ettől függetlenül igazából azt mondtam a mérkőzés előtt is, hogy az utolsó pillanatig küzdünk. Azt gondolom, hogy így lesz az utolsó mérkőzés is. Köszönöm szépen, jó utat hazafelé, és akkor sok sikert az utolsó fordulóra, esetleg meg lesz az ezüstérem. Én pedig várom Bozsik Péter, az ünneplés közben egyelőre nem tudom, mikor érkezik, hogy Andris, visszaadom nektek a szót. Köszönjük szépen! Hát nagyot alkottak itt Zalaegerszegen. Ennek a városnak eddig még dobogós együttese sem volt. Gelle Imrével érték el addig minden idők legjobb helyezését. Az egy negyedik hely volt, és lám most álmodtak egy nagy csapatot, a nagy csapat létrejött, és ez a nagy csapat bajnokságot nyert. Úgyhogy még mondom, korábban dobogós együttese sem volt Zalaegerszegnek. És itt tényleg nem frázis az, még hogyha közhely is, hogy egy szisztematikus munka ért be így a bajnokság. Éppen ez az, amit akartam mondani, hogy ki kell emelni az egész ZTE-t, mint magát klubot. Egy nagyon jól fölépített és nagyon jól dolgozó klubról van szó, ahol mindenki tudja a maga dolgát. Azon kívül én azt hiszem, hogy egy nagyon szerencsés választás volt Bozsik Péter szerződtetése. Bozsik már előtte a Vasasnál is nagyszerű munkát végzett, ott
bizonyos embereknek nem tetszett Kozsik Péter, ezért eljött Zalaegerszegre, és megmutatta, hogy rendkívül sok van benne, az új, a fiatal edzőgenerációnak az egyik kiemelkedő tagja, és összerakott egy csapatot. És ez a csapat az egész bajnokság nagy részében igenis hozta magát, és jó teljesítményt nyújtott, nem elfelejtve azt, hogy a hazai közönségét kiszolgálta. Azért nem véletlen, hogy az zalaegerszegi pályán általában 8-10 ezer néző kint volt. Ez azért lehetett így, mert az zalaegerszeg látványos, jó futballjárt. Messze a legtöbb gólt rúgták az egész bajnokságban, ugye most már 75-öt. Tehát ez is bizonyítja azt, hogy egy támadó futballra állt át az zalaegerszeg. Ehhez megvoltak a megfelelő játékosok. És Bozsik Péter pedig megtalálta azt a szerkezetet, amelyben ezek a játékosok ténylegesen tudják adni azt, amire képesek. És hát most aztán folyik a pezsgő, folyik az ünneplés, parancsolj Feri. Bozsik Péter is megérkezett, kicsikét pezsgőtől áztattan, de nagyon boldogan. Megkérdeztem a Robit is, de talán tőled kellett, ha előbb jössz, akkor tőled is megkérdezem. Így is megteszem, Üsekő. Gondoltad volna ezt nyáron, amikor ide szerződtél? Hát természetesen nem, akkor ez teljesen irreálisnak tűnt. Én úgy gondolom, hogy a vezetők egy nagyon korrekt elvárást támasztottak velünk szemben. Ugye a tavalyi év után úgy gondolták, hogy az első hatba kerülés az egy reális cél. És valóban úgy gondoltuk, a második évben lett volna az bekalkulálva, hogy próbáljunk meg nemzetközi kupás helyen végezni. De én azt hiszem, ezért a kis átütemezésen nem haragszik ránk senki. Hát én is úgy gondolom, hogy nem nagyon lehet találni most ilyen embert Zalaegerszegnek, egy picit is kedveli a futballt. Hát kora ősszel, késő nyáron itt majdnem a finális elejtező lesz véletően. Hát adja a jó Isten, hogy itt legyen. Nagyon örülnénk, hogyha hazai közönség előtt tudnánk játszani. Ez már nem rajtunk múlik. Erről vannak, hogy korai még erről érdeklődni, hogy gondolom egybe próbáljátok tartani a csapatot, esetleg erősítés. Hát az egyben tartás az gyakorlatilag már megtörtént. Úgy tudom, hogy nincsenek már nyitott kérdések a csapatnál. És az igazolásokról is esett már szó, de konkrét nevekkel még nem szolgálhatok. Mi lesz a program a nap hátralévő részében? Hát nézd körül itt a stadionban, és úgy gondolom nem nehéz kitalálni. Én mondtam a családnak, hogy majd megyek. Innentől kezdve sok értelme nincs beszélni az utolsó forduló, hiszen minden eldől. Igen, hát ezt szerettük volna, hogy ne maradjon a történet az utolsó fordulóra. Ehhez kellett természetesen a Ferencváros múlt heti botlása is, de hát ez egy ilyen játék, itt egymásra épülnek a dolgok. Végül is a csapatodnak is voltak kicsit rosszabb periódusai a bajnokságban, de kevesebb, mint az ellenfélnek ez a titkán. Igen, hát mind a két szezonban volt egy kisebb, nagyobb hullámvölgyünk. A nagyobb az inkább össze volt, amikor a 7. és a 10. forduló között 4-szer kaptunk ki zsinórba. Hát hogyha ez nem lett volna, akkor talán stabilabban futhattunk volna be. De hát én úgy gondolom, ezt mindegyik csapat elmondhatja magáról, hiszen az MTK-nak az egész tavasz egy veszőfutás volt. Azzal együtt én azt hiszem, hogy talán az a 4 mérkőzés még egy alakuló csapat életébe többé-kevésbé belefért. A tavaszt azt már sokkal kisebb hullámvölgyekkel hoztuk le. Egy igazi mély repülésünk volt a debreceni sikerünk után. 3 meccsből 1 pontot szereztünk mindössze. De hát ez az első év, ez tényleg olyan volt, hogy itt mentálisan is, fejben is azért meg kellett érlelődni és össze kellett állni. Mi volt? Nyilván másképp látja egy szakedző, nevezetesen Bozsik Péter a csapatát, másképp ismeri a gyengét, erősségét, mint egy szurkoló vagy egy riporter. Mi az erősség az idei Zalaegerszegnek, aminek köszönhető a bajnoki cím? Illetve még egy kérdés, akkor rádöntök, mi volt a legnehezebb feladatod az év során? Hát én úgy gondolom, hogy a sikert annak köszönhetjük, hogy tulajdonképpen összességében mondhatom, hogy a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtottuk, ami azt jelenti, hogy volt egy működő csapatjátékunk, és megvoltak azok a tudású játékosaink, akik hozzá tudták tenni ehhez a csapatjátékhoz a plusz az eredményességet, illetve ezek mellé, a játékosok mellé, akiket a vezetés ugye az elmúlt egy évben igazolt, ezek mellé, a játékosok mellé nagyon jól felnőttek azok a korábban kiegészítő embernek, nem is mindig stabil kezdő embernek számító játékosok, akik ennek a csapatnak végül erősségei lettek. Mi volt a legnehezebb az idén során? Hát a legnehezebb pont az volt, hogy már jól rajtoltunk tavaly nyáron, az első 6 forduló után az első helyen álltunk, és egy picit elmentek a fejek,
pláne, hogy mindenkiben benne volt, hogy hát tulajdonképpen az első hatba kerülés a cél, és egy pici megelégedés erőt vett a játékosokon. Ezt lehetett érezni a téli felkészülés alatt is, hiszen akkor reménytelenül előttünk volt az MTK, legalábbis akkor úgy tűnt, és mi is egy viszonylagos biztonságban voltunk az üldözőktől, a Dunafertől és a Fraditól, és egy picit nehezen pörögtünk fel a tavaszi rajt elején is, de hát hogyha ezt meg tudjuk oldani, és minden mérkőzésre a maximumot tudjuk majd nyújtani, akkor leszünk igazából jó csapat. Végigfutott már a gondolataidban, és ha igen, akkor jelenti ez olyan pluszt, hogy az egyik legfiatalabb, hanem a legfiatalabb edző vagy Magyarországon, aki bajnoki címet tudta vezetni csapatát, szakvezetőként vezető edző. Hát ez túl azon, hogy egy hatalmas nagy öröm, ez semmi más. Ez nem jelenti azt, hogy én vagyok a legjobb edző Magyarországon. Ez ugyanúgy a csapat érdeme, ez ugyanúgy a segítőim érdeme, a Simon Anti, a Balázs Zsolté, akik mind a ketten megtették a maguk frontján, amit kell, az orvosokat is említhetem. Tehát ez egy igazi tímmunka, igyekeztünk normálisan dolgozni, mindent elvégezni, hát szerencsére ez jött ki belőle. Köszönöm szépen a Sport 1 nevében, és gratulálok neked, a szakmai stábnak, a játékosoknak és az egész Zalaegerszegi futballklubnak. Köszönöm szépen, és gratulálok, ez a végszavam is. Andris, tiétek! Köszönjük szépen, lassan-lassan mi is búcsúzunk, annyit tennék még az imétiekhez hozzá, hogy azért cucurnam fentről, biztos, hogy most nagyon-nagyon mosolyog és rettentően boldog. No hát, hogyha Bozsik Péter felsorolta a stábot, akkor én azért gyorsan hogy soroljam el azoknak a játékosoknak a nevét, akik bizony 2001-2002-ben a magyar bajnoki címet megszerezték. Tehát az Zalaegerszeg immár bajnok játékosai következnek. Turi Géza, Kocsárdi Gergely, Szamosi Tamás, Radoszláv Král, Urbán Flórián, Andrei Dobránszki, Radu Szabó, aki ugye ezt a nagyon fontos gólt lőtte, Waldner Robert, Babati Ferenc, Rót Ferenc, Bardi Gábor, Liviu Bonkis, Egresi Gábor, aki ma nem játszhatott, Nagy Lajos, Csóka Zsolt, Udvari Tamás, Kenesei Krisztián, aki 11-es hibázott, Balogh Csaba, Darko Jubojevics, Józsi György, valamint Molnár Balázs, és persze a szakmai stáb. Hát nekik gratulálunk a Sport 1 és valamennyi sportszerető nevében, és én a magam részéről csak azt kívánom, hogy ilyen képeket lássunk a magyar futballt, illetve mint itt ma, akár a játék közben, hát nem erre gondolok speciál, hanem erre a nagyon békésen ünneplő tömegre, mert itt aztán semmiféle balhé, semmiféle rendbontás nincs, még csak a szagos nincs, hogy bármi történt. Így van, azt hiszem ennél többet nem kívánhatunk, ilyen jó meccsek, mint a mai volt, ilyen jó közönséget, egy jó kupaszereplést az Zalaegerszegnek, és azt hiszem csak annyit kupán maradhatunk, hogy gratulálunk Zalaegerszegnek, nagy dolgot vittek véghez. Köszönjük a figyelmüket, Zalaegerszeg búcsúzik azzal, hogy itt a bajnok. A mérkőzést a sétálóujjak.hu közreműködésével sugároztuk. Fantastic! A Sport 1 azért még nem búcsúzik, Zalaegerszegen ünnepelnek, majd még mi is mutatunk képeket a zalaegerszegi pályáról. Aztán 2 perc múlva a mérkőzést értékeli majd Púl Sándor és Nyilasi Tibor. Mivel igencsak ritka dolog, hogy a magyar futballt jó portékaként tudjuk árulni, most is fölhívom a figyelmüket, hogy a teljes mérkőzést megismételjük 22 óra 15-től, aki tehát nem látta, nem késik le semmiről, aki hallja, adja át. És hát akkor jöjjön az értékelés, egy üzenet, lehet, hogy azt tenne jót a magyar focinak, ha mindig a bajnoki címért játszanának. Hát bár így lenne, lehet, hogy elnevezünk minden mérkőzést bajnoki címért folyó mérkőzésnek, de félretéve a tréfát, én azt hiszem, hogy ez mindenféleképp jó hírvelés volt a magyar labdarúgásnak, és ami számomra borzasztóan szimpatikus volt, az a játékosoknak a hozzáállása, viselkedése, és én azt hiszem, hogy ez a közönségre is átragadt, és ezzel megegyezném itt, hogy a sokat szapult vagy szilott ferencvárosi szurkolók, amik borzasztó sportszerűen viselkedtek, és szinte azt kell mondjam, együtt ünnepeltek az Zalaegerszeggel, és ez mindenféleképpen jó dolog, és a jövőre nézve reméljük, hogy jó útirány és jófajta jelzés. Ez utóbbi még téged is meglepett, Tibi? Hát igazából nem lepett meg, mert azt az ember tudja hosszú évek óta, hogy az Zalaegerszeg és a ferencvárosi szurkolók nagyon jobban vannak egymással. Ettől függetlenül mindenképpen a gratuláció ugye az elsődleges Bozsik Péternek, Simon Antalnak, a csapatnak és mindenkinek, de azt hiszem a Fradinak is kijár a gratuláció, hiszen magas szintű futballt mutattak be, tényleg egy élvezetes, igazi foci csemege volt. És hát még az UEFA kupás indulást jelentő második helyért is versenyben lesznek az utolsó fordulóban.
Az első félidőben volt 9 nagy helyzet, és ez tényleg a nagy lehetőségek, a változatosságot jelentő találkozók közé fog majd bevonulni a futballtörténelemben. A második félidőben is feljegyeztünk 7 helyzetet, benne van természetesen a 2 gól, meg a kihagyott 11-es is, tehát következik a második félidő összefoglalója. A mérkőzés hősének választott Waltner és Kenesei akciója sokáig néz föl Waltner, látszik, hogy tudatosan keresi meg a másik oldalon Kenesei fejét, több is lehetett volna belőle. Igen, nagyon szép volt a beadás, és Krisztián vissza akarta a hosszú oldalra fejelni, meggyőződésem szerint nem sikerült neki. És aztán kicsit később, az 56. percben Vén nagyszerűen íveli be a szabadrúgást, Gyepes meg előre ment, Szamosi megpróbálta lerántani, ha jól láttam, nem, csóka volt az, de ő be tudta kanyarítani a hálóba. Arról beszélgetünk itt idővel, hogy nézve ma a képanyagot, talán így lett gól, hogy megpróbáltak szabálytalankodni Gyepessel, másképp nem biztos, hogy oda kerül elé a labda, hisz húz a védő. Ha ez nem lett volna gól, akkor valószínűleg büntető következett, ettől függetlenül ezt leragozzuk, nagyon szép a mozdulat, és szépen jelző le a sarokba. Ekkor egy kicsit megtorpant a Zalaegerszeg, Kenesei szabadrugását, hát, hogy is mondjam, csak végig kísérte Szűcs, de hogyha kapura megy, nagy baj lett volna. Valóban ez a Kenesei Krisztián specialitása, nem volt szerencséje. Aztán nézzük, csereként beállt Jovic, azt hiszem, hogy a meccs legnagyobb helyzetét puskázz el, de dicsérjük meg azért Csókát is. Igen, hát az első kérdés az, hogy vitatkoztak rajta, de biztos, hogy nem volt, le se túloldali védőben maradt, és itt jól húzza el a kapus mellett, de később. Én azt gondolom, hogy hamarabb el kellett volna lőni. Itt már volt rá lehetőség, hogy előjje. Itt már nagyon kisodródott, meg be is ért a védő. Aztán jött az egyenlítés a 71. percben, egy ellopott labda és egy káprázatos indítást tessenek majd figyelni. Egy nagyszerű labda, nagy Lajos sarkalja vissza, itt pedig Waltner önzetlen, egy másik csereember, Radu Szabó végül az egyenlítő gól szerzője. Ez is szenzációs, az önzetlenség még inkább. Káprázatos volt az egész támadás, hiszen Nagy Lajos indította, ahogy itt lehet látni a mélyből. Waltner gyönyörűen megfogja a labdát, és az érkező Nagy Lajos elé teszi, és innen megint ez a dupla forgatás és a visszapassz, és ez a nagy dolog, hogy Waltner Robi másik szándékból tette a dolgát, tehát nem lőtte, lett volna egy szikrányi lehetőség, hogy itt előjje, de félt a blokktól, de ez volt a nagy dolga, hogy felnézett, és tovább pöckölte, és innen káprázatos a dolog. Aztán itt megint csak egy ferencvárosi hiba, már a védőtől egy eladott labda, és Radu Szabó lehetett volna önzetlen, úgy, mint az előbb Waltner. Én mindenféleképpen azt mondom, hogy jó, hogy eldönti a játékos, hogy lő vagy nem, de itt a visszapassz Waltnerhoz biztos, hogy zicca lett volna, és valahol ki is járt volna. Na, aztán nézzük a 11-est. Kenesei kapja, nagyszerűen forgatja be a labdát, Gyepesnél a játékvezető pedig habozás nélkül 11-est ítél. Helyesen? Jó, lehet rajta vitatkozni, azt mondom, egy picit hozzáért. Jól is csinálja egyébként a Krisztián a dolgot, de itt egy pillanatra hozzáér, és ez pont elegendő arra. Meg kézzel is talán. Nagyobbat esik Krisztián, mondjuk ez a művészet hozzá van rakva, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy jogosult a büntető. Tibi, ezt meg te értékeld. Hát Szűcs Lajos ugye az egyik specialistája a büntetőknek, és a sors igazságot szolgáltatott. Hozzátévolt Krisztián azért, különösen nagyon jól játszott a nélkül, és vonnán nem volt ma szerencsé. Na, még egy gyors kérdés hozzá, Nyilasi Tibortól kérdezném, hogy érdemesnek tartja-e a ZT-et a BL-be kerülésre? De mindenképpen, aki a magyar bajnokságot megnyeri, annak mindenképpen föl kell vállalni, és remélem, hogy a Zalaegerszeg nagy hittel, nagy önbizalommal, és azzal a tűzzel fog a Bajnokok Ligája selejtezőnek neki indulni, ami reményt ad a szép sikerre. Gyorsan nézzük a forduló további eredményeit, legalábbis a felsőházban. A gólzápor mindkét találkozón, Dunaferr MTK 5-1, Videoton Újpest 5-0, ezek után a táblázaton, ugye a bajnok már megvan, a ZTE együttese, egy ponttal vezet az MTK a Ferencváros előtt, tehát ugye az utolsó fordulóban dől el még majd a második hely, azaz az UEFA kupában való indulás joga.
Hát kérem szépen, ez az adás meghozta a 2001-2002-es magyar labdarúgó élvonal bajnokának a kilétét. A Zalaegerszegnek gratulálunk. Én azt hiszem, ezt megtehetem vendégeink Púl Sándor és Nyilasi Tibor nevében is, akiknek köszönöm, hogy ezúttal ismét a Sport Egyet segítettétek. Önöknek pedig azt, hogy ezúttal is belőtt tartottak. Tartsák meg ezt a jó szokásokat, viszontlátásra!